Halmai Dániel kiskora óta megállás nélkül kosarazik 2024 nyarán, már a Paks csapatát erősíti. Én már óvodában is igazából kosaraztam, szóval én óvi kosárra is jártam, amit még nem lehet teljesen kosarlabdának nevezni, de már akkor is kosaraztam, és azóta igazából megállás nélkül, és legfőképp apukám miatt, mert ő is magas szinten kosarazott, és innen jött a játék. Végig jártam az összes korosztályt, a junior korosztályokat, meg kadett, minden korosztályt. Juniorban már átmentem Kaposvárra, ott játszottam, és akkor ott játszottam Kaposváron először az NB1 átcsoportos meccsemet, úgyhogy ott kezdtem a, úgymond a profi karrieremet. Nem elég csak a tehetség, szóval nagyon sokat edzettem, mert még fogok is, és kell is, meg alázattal kell csinálni, mert szerintem anélkül nem működik. Mindent úgy próbálok csinálni, hogyha néznek, akkor egy példa is lehessek, főleg itt a domovári, akik a domovári kosáros suliba játszanak, mert ugye én is így kezdtem, és én is voltam akkora, mint ők, szóval próbálok mindent úgy csinálni, hogy egy minta lehessen, vagy egy példa. Az irányító játékos azt is hozzátette, hogy mi a feladat a meccs közben. Nálam van a labda, én úgymond én szervezem a játékot, nekem kell irányítani a többieket, segíteni nekik is, ha úgy van, úgyhogy nagyon sokféle dolgot kell csinálni a pályán, meg a pályán kívül is. Most Paksra igazoltam, ott minél többet szeretnék játszani, minél többet fejlődni, meg minél többet tanulni az idősebb játékosoktól. Úgyhogy most ez a célom, hogy minél többet a pályán töltsek, és minél többet tudjak segíteni a csapatnak. Halmai Dániel elmondta, hogy hogyan készültek az Európa-bajnokságra. Ugye vége lett a szezonnak Kaposváron, és utána ilyen 4-5 nap pihenő volt, és mentünk is az edzőtáborba, ami Fehérváron volt, és ott 5 hetet készültünk. A felkészülésben voltak felkészülési tornák, szóval jártunk Bulgáriába, Portugáliába, ott is játszottunk edzőmeccseket, és utána mentünk ki az EB-re, ami 10 nap volt. Viszonylag csapatszinten jól sikerült, mert ugye tovább jutottunk a csoportból, és így 8-ba kerültünk, és végül 6. helyen végeztünk. De szerintem az jó dolog, hogy nem sérült sem, vagy nem történt semmi sérülés se a csapaton belül, se a tornán, vagyis nem tudok róla, hogy ilyen nagyon nagy sérülés lett volna, és azért szerintem ez jó dolog. A fiatalabbaknak üzennék, akár nem tudom, U11 vagy még lejjebb is, hogy minél többet dolgozzanak, és hogy higgyenek benne, szerintem az a legfontosabb. Reisinger Mátét kérdeztük, aki szintén U20-as magyar kerettagként vett részt az Európa-bajnokságon, hogy mióta játszik a sportágban. Labdajátékot mindig is nagyon szerettem, de a kosárlabdát 3. osztályos koromban kezdtem el. Nekem is apukám kosárlabdaedző volt, és kosaras volt régebben, úgyhogy ennek hatására én is azzá váltam. Ez hobbiként indult, most már kicsit több, mint hobbi, de még mindig ugyanúgy érzem. Nagyon szerettem, minden labdajátékot nagyon szeretek, és a kosárlabda az adottságaim is megvannak, és nagyon szeretem is csinálni. Az általában 2-es és 3-as posztokon kosarazó Máté a Budapesti Honvéd Sport Egyesületet erősíti. Ennek nincs olyan kifejezett jelentés, mint az irányítónak igazából. Én az alacsonyabbak közé tartozok a pályán, akinek a dolga a pontszerzés, lepattanó, szerzés, védekezés. Ugye volt egy 5 hetes felkészülési edzőtábor, ahol elmentünk edzőmeccseket játszani Portugáliába, Bulgáriába, utána ezt követte egy 10 napos Európa-bajnokság, és szerintem mindenkitől egy elvárás volt, hogy a legjobb 8 közé jussunk, ami aztán meg is lett, nem mondom, hogy egyszerűen, de meg lett. Utána pedig megkaptuk Romániát, akik ellen egy jóval szorosabb meccset kellett volna játszanunk, de nem jött ki jól a lépés. Ezért elvesztettük azt a meccset, és utána már 5-8-ig játszottunk, szóval utána már nem voltak az ilyen dobogó, meg ezek a célok a láthatáron. Az elején volt 3 sima mérkőzésünk, ahol nyertünk 40-30 pontokkal. Utána játszottunk Ukrajnával, akikkel szoros meccsen kikaptunk, mennyivel?
98-al talán. Egy bravúrral bejutottunk a legjobb 8-ba. Azután Romániától elszenvedtünk egy nagyobb vereséget. Ezután már csak az 5. helyet a 8. helyig játszhattunk. Ott utána Portugáliát megvertük, és az utolsó meccsen Grúziától pedig kikaptunk. Szerintem a szervezés nagyon rendben volt, a helyszínek is. Ott egy helyen voltunk a több pár csapattal, tehát szerintem teljesen jó volt az egész. Jövőbeni terveiről is kérdeztük Reisinger Mátét. Tervem az, hogy idén az NB1-es bajnokságban több játékperchez és stabilabb játékperceket kapjak, mint a tavalyi szezonban, és ahhoz képest szeretnék egy nagyobb fejlődést mutatni. Azt utána mi lesz, azt meg majd meglátjuk. Céltudatosság az nagyon fontos, és sok magabiztosság, önbizalom kell ahhoz, hogy ezeket elérhessük, és nekem ez lesz a legfontosabb, amiben előre kell, hogy lépjek, mert ez az, ami nem volt meg az előző szezonban. Ha Daniel kicsiknek üzent, akkor én üzenek a kicsit idősebbeknek, az U14, U16, U18-as korosztálynak, hogyha ha még nem vagy válogatottban, vagy a közelében, akkor se szabad feladni, mert még nem számít az semmit, hogy 14 éves korodban ott vagy-e, majd csak szépen tovább kell dolgozni, fejlődni, és majd megjön az eredménye. Mindkét U20-as sportoló elmondta, hogy elégedett a kontinens viadalon nyújtott teljesítményével.